Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ismét ülésezett a városi közgyűlés. Bár ma mindössze 7 napi rendi pontot tárgyalt a testület, több vitapont alakult ki, például a város közösségi közlekedésének kérdéskörében. A vitát ezúttal is a stúdióban folytatjuk. Köszöntöm Papp Viktort, a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét, és Vaszkó Imrét, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük is akkor a DKV kérdéskörével, gyakorlatilag ez visszatérő vita a közgyűlésben, illetve különböző fórumokon is. Ugye a DKV ZRT-nek volt egy meglévő 8 milliárd forintos hitelkerete, és ezt a vagyonkezelő további 5 milliárd forinttal emelte meg. Az OTP bank lett a nyertes ajánlattevő, és az előterjesztés szerint a kedvező kamatfeltételek felhasználása mintegy 50%-kal csökkenteni a kamatkiadást. A Demokratikus Koalíció szerint viszont ezzel akár csődbe is mehet a DKV, így nem támogatták az előterjesztést, a Fidesz frakció szerint viszont szükséges a további fejlesztésekhez. Kifejtenék az álláspontjukat? Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy egy olyan 3 éves időszakon vagyunk túl, ami hát azért a közösségi közlekedést is jelentős mértékben megcsorbította, hiszen ha gondolunk a Covid járvány idején bekövetkező nehéz helyzetre, vagy gondolunk itt például az energiaválság során bekövetkező energiaköltségek, drasztikus energiaköltségek növekedésére. Így emiatt joggal mondhatjuk azt, hogy nehéz helyzetbe került nyilván a város közlekedése, de ezen túllendültünk, túl vagyunk, úgy gondolom. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy sajnos akkor abban az időszakban, nyilván a Covid idején nem, mert akkor bizonyos szegmensek képviselői ingyen is utaztak a közösségi közlekedésen, valamint a közösségi közlekedés eszközein, valamint ezen időszakban nyilván járatokat sűrítettünk, de természetesen úgy, hogy nyilván ezeket a Covid idején nyilván nem csak azok az érintett szegment szereplői, hanem a város teljes lakossága is használja. Nagyon fontos azt megemlítenem, hogy utána jött a energiaválság, okozta a nehéz helyzet, amikor meg nyolcszorozódtak az energiaköltségek, és ugyanez igaz nyilván a városi cégekre és a városra is, és nyilván egy nehéz helyzet állt elő, és nagyon fontos azt megemlíteni, hogy nyilván abban az időszakban sajnos szükség volt arra, hogy járatok tekintetében átalakítások legyenek, de ezek az átalakítások, ezek a kapacitás növekedések folyamatosan épülnek vissza a város közösségi közlekedésében. Tehát elmondható az, hogy a Covid ideje előtti időszaknak most már a 87%-ában állunk, mint kapacitás, és nyilván ezt az év végéig, jövő év elejéig szeretnénk visszaépíteni abba az időszakban, mert a Covid előtti időszakra jellemző 100%-ra. Itt nyilván itt a közgyűlési vitában felmerültek olyan kérdések is, nyilván tehát az önkormányzat, valamint a vagyonkezelő és a DKV is folyamatosan azon van, hogy fejlődjön a közösségi közlekedés Debrecenben. Ilyen például nagyon fontos kiemelnem az, hogy lecseréljük a teljes buszlottát, új zöld buszok álltak be, tehát 12 elektromos meghajtású busz állt be a DKV flottájába. Nyilván megépítettük az egyes vonalat, vagy a kettes vonalat, felújítjuk az egyes vonalat, és már tervezés alatt van majd a 3-as villamosvonalnak a megléte is, valamint kormányzati támogatásból szeretnénk a troli flottát is megújítani Debrecen városában, éppen annak érdekében, hogy minél minőségibb, minél megbízhatóbb közösségi közlekedés tudjon működni a városban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a közösségi közlekedés, nem mondom azt, hogy tökéletes, de nyilván arra törekszünk, hogy a közösségi közlekedés színvonala folyamatosan fejlődjön, és nyilván folyamatosan monitoringozzuk a behozzánk és a céghez beérkező lakosság igényeket is. Pont most voltam egy olyan egyeztetésen, ahol a lakosság igényeknek megfelelően fogjuk átalakítani bizonyos vonalaknak a menetrendjét, és alapvetően itt kapacitásbővítést fogunk elérni, hiszen nagyon fontos a debreceniek véleménye, hogy minél hatékonyabban tudjon működni a közösségi közlekedés. Mindez a fejlesztés, amit felsorolt, nem jöhetne ezek szerint létre a hitelkeret bővítése nélkül az önök állítása álláspontja szerint? Alapvetően ez a hitelkeret, ez egy biztonsági keret. Alapvetően az előterjesztés is tartalmazta azt, ugye, hogy újra tárgyalta a hitelszerződés állományát a holding, a vagyonkezelő, és ennek megfelelően egy olyan kedvező kamatkondíciót sikerült leütni, vagy megalkudni, ami nyilván a jelenlévő vagy meglévő kamatkiadásokat 50% mértékben fogja tudni csökkenteni. Pont a közgyűlési vitában is felmerült, hogy pont képviselő úr vetette fel a 3,5 milliárd forintos kamat ráfordítását a DKV-nak. Itt nagyon fontos megemlítenem azt, hogy ennek a fele
az a belső cégcsoporton belüli kamatkiadásokat jelenti. Tehát itt egy bonyolult rendszerben működik a vagyonkezelő, az a cashpool-nak a rendszere, éppen emiatt lett annak idején kitalálva, hiszen vannak pozitív, napi pozitív és napi negatív egyenleggel rendelkező vállalatok, tagvállalatok, és ahol pozitív egyenleg van, számla egyenleg, azok segítik ki finanszírozás, likviditás tekintetében a negatív egyenleggel rendelkező tagvállalatokat. Nyilván itt a pozitív, ahol napi szinten folynak be a bevételek, a negatív pedig, ahol időszakonként, időszakosan folynak be ezek a bevételek. Alapvetően ez 2000-es évek elején így ennek megfelelően jött létre, tehát az a kamatfizetési kötelezettség, amit a tagvállalati szinten belül teljesít a DKV, az nyilván az egyik cégnél, mint a DKV, ott negatív, tehát kiadásként jelenik meg, másik tagvállalatnál pedig bevételként. Tehát ez egy nulla-nulla olyan szempontból, hogy a tagvállalaton belül alapvetően nem jelenik meg negatív előjelű mutatóként, és alapvetően ennél a hitelkeretnél pedig nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy azon túl, hogy fel annyira csökkenti a kamatkiadásokat, mindazon túl pedig, hogyha hozzányúl, akkor kötelezettséget kell vállalni a tekintetben a DKV-nak, hogy az önkormányzat által fizetett bevétele nem fedezett kiadások támogatásából fogja ezt visszafizetni. Pénzügyi bizottság elnökeként, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőjeként hogyan reagál az elhangzottakra? Pont az utolsó mondatot fognám meg, ugyanis nem biztonsági tartalék ez a hitelkeret, gyakorlatilag a DKV-ből hitelkeretből él. A kompenzáció, amit mi, mint város évvégén odaadunk a DKV-nak, az arra elég, hogy ezeket a hitelkereteket feltöltsék. Ugye itt beszélünk a 8 milliárdos hitelkeretről, de mellett van egy 10 milliárdos hitelkeret, és egy kicsit más szerkezetben, és ezt emeltem ki a közgyűlésen is, hogy ez a 18 milliárd, egyébként az a 8 milliárd is a tavalyi évben, 2022-ben lett fölvéve, most 2023-ban még bővítjük 5 milliárddal, tehát ez egy tendencia. Azzal nincs köztünk vita a frakcióvezető úrral, hogy azért egy nehéz időszak volt nyilván mindenkinek ez az elmúlt pár év, de ha messzebbről nézzük a teljes DKV történetet, annak idején Kósa Lajos azt ígérte meg alapításkor, az átalakításkor, hogy kompenzációra nem lesz szükség, és a flotta 10 évente cserélve lesz. Tehez képest 14-15 évnél kezdődtek el a buszok cseréje, én ezzel annyira nem dicsekednék. A másik a kompenzáció, az is egy tendencia, folyamatosan nő. Ezt a példát hoztam a közgyűlésen is. Megnézzünk egy magánszemét, vagy egy családot, vagy egy kis KKV-t, vagy egy kis vállalkozást. Ha valaki a hitelkeretéből él hónapról hónapra, költi azt, ha megjön a fizetése hó elején, ami arra elegendő, hogy visszatöltse ezt a hitelkeretet, majd újra szegény elkezdi a hitelkeretet felélni, az a család gyakorlatilag csődben van, hiszen a hitelből él, nem a saját pénzéből. A DKV-nál ezt látjuk, folyamatosan használják ezt a hitelkeretet. Nem véletlenül van a 18 milliárdnak 3,5 milliárdos kamata, azért az arányokat is érezzük. Itt nem feltétlen tartom jó döntésnek, de ez nagyon vissza kellene mennünk. Három havi buborhoz kötött kamat, változó kamatozású hitelről beszélünk. A bubor az 1%-ról 16, tehát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon elment ez a dolog. És most ez megint csak én nem fogom megveregetni a pénzügyes kollégáknak a vállát, hogy ezt meglépik, ezt a hitelkiváltást, ez kötelessége. Egy gondos gazdának a jelenlegi piaci körülmények között változott annyit a hitelpiac, hogy van lehetőség ezt fele olyan kamatozású hitelre kiváltani. Tehát igenis, ezt én úgy gondolom, hogy kötelesség volt. Önök szerint hogyan lehetne a DKV működését rentábilisabbá tenni, hiszen ugye elhangzott, hogy az elbevételek mindössze 30%-át fizetik az utasok, ugye a jegyek és a bérleteknek a kifizetésével. Hogyan lehetne ezt gazdaságosabbá tenni az önök álláspontja szerint? Itt nyilván, sőt, ugye, bocsánat, régebben ugye azt is mondta, hogy akár ingyenessé is tennék a közösségi közlekedést. Nagyon, igen, van nagyon sok ilyen megközelítés van, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy közlekedési vállalatot nyereségesebbé, vagy tényleg kevésbé veszteségessé tenni. Látunk Nyugat-Európában példákat, Németországban vannak olyan városok, ahol nem is a teljes ingyenessége, de mondjuk egy bizonyos kört megcélozva legyenek diákok, vagy akár nyugdíjasok, egy jelentős bérlet vagy jegyár csökkentéssel megnőtt az utasoknak az igénye. De nyilván akkor tud megnőni az utasoknak az igénye, és akkor fognak többen közösségi közlekedést használni, hogyha ez a közösségi közlekedés vonzó. Most jelenleg a lakossági megkereséseink, ugye az egész városból kapunk ilyet, meg kérjük is, folyamatosan vannak konzultációink, illetve tartunk fórumokat.
Kb. Minden harmadik panasz a DKV-re meg a közlekedésre érkezik. Ebben benne van valóban a járat ritkasága, néhány vonalon ebben történik pozitív változás, ennek mi is örülünk, de akár a buszok minősége, jó magam is, szállítottak le buszról, pont szervizből mentem az a busszal, az autószervizből, felszálltam a buszra, és leszállítottak, mert lerobbant, és várnunk kellett még 20 percet. Mondom, most már ebbe beleállok, és megvárom a következő buszt is, hazajutottam épségbe, de én magam is megtapasztaltam, hogy vannak ilyen problémák. A harmadik dolog pedig az új buszok beszerzése. Erről is többször volt már vita közöttünk. Ezeket a nem alacsony padlós buszokat nem belvárosi közlekedésre gyártják, és nem is ajánlják, hanem távolsági buszként javasolják. Ha belépünk, aki buszozik, tudja, magas lépcsőkön lehet átsülésekhez fölépni, stb. Nagyon sok idős ezt nem tartja egyáltalán jó megoldásnak, illetve az alacsony padlónak ugye akár egy mozgássérült, vagy akár egy babakocsival közlekedni is nagyon-nagyon nehéz. Tehát visszakanyarodva, igen, a jegyárcsökkentés lehet ez az egyik dolog. A másik a színvonalnak a növelése valamilyen úton, hogy legyen vonzó. Tehát ezek mind-mind előre vihetik ezt a dolgot. Ha már politikai szeretett volna valamit hozzáfűzni? Igen, csak annyit szerettem volna még egyhez hozzáfűzni, hogy nyilván a közösségi közlekedés, mint tevékenység, az nagyon nehezen fordítható átnyereségessé. Általában az országok nagyvárosaiban jellemző közösségi közlekedést mind inkább a veszteséges irányba hajt, amit nyilván a fenntartó kompenzál és finanszíroz, hiszen azért olyan költségek merülnek fel, csak egy példa, 4 millió liter gázolaj fogy egy évbe. Nyilván a gázolaj árának a kilengése is jelentős mértékben meghatározza nyilván a költségszerkezetét a DKV-nak, és mindazon túl, hogy a folyamatos, tehát hogy a színvonal növekedést is fent tudjuk tartani, ennek érdekében a DKV folyamatos béremelést hajtott végre, nyilván annak érdekében, hogy meg tudja tartani akár a sofőröket, akár a szervizes kollégákat, hiszen nagyon fontos az, hogy azért mellette a piaci szféra húzza, csábítja folyamatosan nyilván azokat a dolgozókat, akik itt dolgoznak, hiszen általában akinek van mondjuk ilyen nagy méretű busz vezetésére alkalmas jogosítványa, az általában a tehergépjárművet is tudja már vezetni, és azért Magyarországon, sőt Debrecenben egyre nagyobb hangsúlyt kap a logisztika, egyre jobb, egyre dinamikusabb növekedésben vannak a logisztikai vállalkozások, nyilván itt azért vannak csábító ajánlatok a konkurencia részéről, de nyilván a DKV mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatosan fent tudja tartani és bővíteni tudja a buszállomását, vagy a busz vezetőknek az állományát. És nagyon fontos megemlíteni, igen, tehát ezért cseréljük a buszokat, mert nyilván vannak már olyan járművek, amelyek meghaladták azt a futásteljesítményt, amit a nagykönyvek megírnak. Emiatt nyilván szükséges folyamatosan a gépjármű flottának a cseréje és azoknak a bővítése. Ha már politikai vita műsorban vagyunk, a kritika érte mind a két oldalt, engedjék meg, hogy a mai közgyűlésről, ha nem is idézzek, csak elmondjam, hogy mi hangzott el. Ugye ön azt mondta, hogy a DK kivonult, amikor a debreceni költségvetésről szavazott a testület, és ott többek között ugye a DKV is érintett volt. A Varga Zoltán országgyűlési képviselő pedig azt mondta, hogy a jelenleg fideszes többségű városvezetés tönkretette a közösségi közlekedést. Fél percben, egy percben. Mi a reakciójuk a kritikákra? Hát én úgy gondolom, hogy nem tettük tönkre, hanem folyamatosan fejlesztjük a közösségi közlekedést. Nyilván nem mondom, hogy nincs mire még nézni. Mert tehát szerintem, aki azt mondja, hogy még nem lehet fejleszteni, az nem mond igazat. Kell, folyamatosan fejlődni kell, de azt vissza kell utasítani, hogy tönkretettük volna a közösségi közlekedést. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ha most Varga Zoltán így gondolja, akkor ő most visszasírja a régi karuszbuszokat, tehát a rendszerváltás előtt gyártott buszokat. Tehát alapvetően nyilván jelentős környezeti megújítás is végbe ment nyilván a buszflotta cserével, akár ha csak a Volvo 14 évvel ezelőtti Volvo buszcseréket nézzük, jelentős széndioxid kibocsátás csökkentést hajtott végre a város, nyilván ezzel a buszflotta cseréjével. Az újabbakkal még úgy, hiszen Euro 6-os motorral szerelt járművekről van szó, plusz mellette nyilván a 12 elektromos busz beszerzésével szintén növelni tudjuk ezt. Én úgy gondolom, hogy a fideszes vezetés és a DKV vezetése nem tönkretette, hanem folyamatosan javítja, és folyamatosan növeli a színvonalát a közösségi közlekedésnek. Mondom, van mire még néznünk, kell még dolgozni, de nagyon fontos megemlíteni azt, hogy törekszünk arra, hogy minél színvonalasabb közösségi közlekedést tudjunk biztosítani a Debrecenben élők, valamint az itt dolgozók számára.
Ön hogyan reagálna? A közgyűlési kivonulásunknak szimbolikus jelentősége volt, meg jelentése, amikor a költségvetésről, sőt a D20-30 programnál is hasonlóan jártunk el. Ugyanis ezt a két anyagot mi teljesen alkalmatlannak látjuk arra, hogy vitázunk róla. Láthatjuk a mesedél utánokat, tényleg most újra jön majd jövőre megint az önkormányzati választás. 3-as, 4-es villamost ígérnek a D20-30-ba, vagy akár annak idején, ha visszakanyarodunk, nagyon jó példa. Ugyanígy a DKV-nál 10 évente ígérték a flotta cserét, kompenzációs igényre nem lesz szüksége, ezt képest látjuk, hogy mi történik, nem alkalmas vitára. Ezzel üzentünk a minket támogatóknak, hogy mi ezzel nem vitázunk. Maradjunk még a közösségi közlekedés, illetve a közlekedésnél. A 471-es számú főútról is szó volt, ugye annak a belterületi szakaszának a fejlesztéséről, a Sámsoni út. És hát itt egész sok minden szóba került, ugye egyre konkrétabb tervek vannak most már a különszintű vasúti átjáróra, kerülő lehetőséget is kértek, illetve az ott működő vállalkozások parkolását is igyekeznek megoldani. Maradhatunk ennél a témánál is, a Sámsoni útnál, de tágabb perspektívába is helyezhetjük a közlekedési kérdést. Mik a prioritások? Mikor tudja Debrecen utolérni magát? Hát, ha így haladunk, soha. Két kérdésem is volt a polgármester úr az ebben a témában, ugyanis a Júlia telepen élőktől folyamatosan kapunk visszajelzéseket. Közlekedhetetlen a Sámsoni út, aki arra jár reggeli dugókba, szinte 3-4 órát rá kell szállni, hogy beérjenek. És nagyon sokan menekülő útnak használják a kassai irodaháznál, hogyha így ez megvan, ott van a Tölgy utca, és ott lehet egy kis egérúton visszajutni a városba, tehát mindenki megtalált ott is 30-40 autó áll sorba, tehát nincs menekvés gyakorlatilag ebből a közlekedési dugóból, és egyszerűen nem értem azt, hogy jön az össze. A polgármester úr többször hangoztatta, hogy ő hosszú távú városépítésben a keleti városrészt tartja annak a területnek, ahol majd a lakóházas övezetek tudnak tovább nőni, a nyugati városrész meg az északi-déli gazdasági övezet pedig inkább az ipari. Ehhez képest a Sámsoni út és a 4-es számú főút felújítása évek óta húzódik. Konkrét dátumot próbáltam, legalább megközelítő dátumot kicsikarni a polgármester úrból, hogy körülbelül mikorra várható ez a kétszintű közlekedés, még dátumot sem mernek mondani, tehát az évtizedek lehet. És nem hogy állami beruházás van. Így van, de nagyon érdekes, hogy mondok két települést hirtelen, ami eszembe jut, Gyomaendrőd, Békés megyében egy nagyon szép kisváros, kétszintű közlekedést megoldották a város közepén. Karcak kétszintű közlekedést megoldották, tehát vannak olyan települések, amik jóval kisebb, nem csak hogy költségvetés, hiszen itt állami beruházásról van szó, de mondhatom azt, hogy a befolyása, illetve a képessége arra, hogy az erejét átvigye a kormányzat irányába, nincs meg, mégis meg tudták oldani. Tehát ezek úgy gondolom, hogy olyan dolgok, amit hosszú távon ezzel kellene foglalkozni, hogy azok az emberek, és Debrecen konkrétan fele, azon az egy úton igenis tudjon minél hamarabb bejutni a városba. Úgy érzi, hogy nem foglalkoznak ezekkel az emberekkel? Hát én pont fordítva gondolom, nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy a keleti város részközlekedését fejleszteni tudjuk. Tehát alapvetően a 471-es út felújítása, kétszer-két sávosítása, tehát nagyon fontos megemlíteni, hogy nem felújításról van szó, hanem kétszer-két sávosításról, kapacitásbővítésről. Én, mint a keleti város részben érintett önkormányzati képviselő, látom, tehát nap mint nap járok arra és használom. Tehát amit képviselő úr mond, az valóban igaz, hogy a Sámsoni út nyilván a rázúduló agglomerációs közlekedés miatt is, már azt a terhet nem bírja el, mint amire megtervezték annak idején, és ahogy kialakult. Valamint nagyon fontos megemlíteni az, hogy alapvetően a keleti város résznek a lakossága folyamatosan nőtt, folyamatosan fejlődött. Ilyen például Júlia telep, szinte új városrészek jöttek létre, új utcák létesültek, épültek, és azért napjainkban alapvetően főleg ezekben a városrészekben, tehát nem azt mondom, hogy nem ritka, hanem már szinte így van, hogy minimum két autó, de akár három is van egy-egy háztartásban, és nyilván tehát ez a közlekedés, ez jelentős mértékben nem nehezíti, hanem azt mondom, hogy terheli. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy igen, tehát nem szintbeli, hanem kétszintű csomópont lesz a vasútnál, tehát éppen annak érdekében, hogy a Sámsoni úton történő közlekedés minden görülékenyebb legyen, tehát ne legyen megfogva. Tehát nyilván ez egy, itt alapvetően a Sámsoni útnak a fejlődése, a fejlesztése, bővítése, az egy már eleve az előkészítési munkálatok során is egy tetemes munkát igénylő és határidőt igénylő tevékenység, hiszen számos
közmű áthelyezése valósul meg, ráadásul ezek a közművek főgyűjtő közművek, tehát mondjuk akár a gerinccsatorna vezetékekre gondolok, ami az érintett városrészeknek a városrészek közmű hálózatát biztosítja. És azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy nyilván a 471-es, mint állami beruházás a megyehatártól kezdődött. Megyehatártól elért nyilván a várostábláig, és alapvetően azt az érintett részt, azt pedig szakaszolva kell megvalósítani, mert nagyon komplex beruházásról van szó. De itt nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy terve van véve, és már ott az előkészítő anyagokban, vagyis a közgyűlési anyagnak a mellékleteiben is látszódott, hogy tervünkként szerepel, hogy a Sámsony utat és a 471-est összekössük. Nyilván annak érdekében, hogy a keleti városrészben élők is minél gördülékenyebben tudjanak közlekedni, és nem titkolt célunk az, hogy ezt szeretnénk majd tovább vinni úgy, hogy a keleti városrész a déli városrészsel össze legyen kötve közvetlen útkapcsolattal. Tehát nyilván, hogyha a keleti városrészben élők, akár a déli, akár az észak-nyugati gazdasági övezetben dolgoznak, akkor meg tudják úgy közelíteni ezeket a munkahelyeket, hogy ne kelljen a belvárost terhelniük, ne kelljen a belvárosban állni. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az egész keleti városrésznek a közlekedése sajnos annak idején még a szocializmusban nem lett kellőképpen szabályozva, hiszen amikor még a budai nagyantalra, a hétvezérútra ráengedték azt a forgalmat, akkor még nem járt ennyi gépjárművel. Most nyilván, mivel meg kétszereződött csak a Debrecenben regisztrált járműveknek a száma, egy jelentős terhelést kapnak ezek az utak, és ennek érdekében szükséges nem csak egy útnak a megújítása, hanem koncepcionálisan gondolkodva a keleti városrész közlekedési infrastruktúráját fejleszteni. Nem sok időnk marad, de mindenképpen beszéljünk még az akkumulátorgyárakról, illetve a környezetünk védelméről, ez is szóba került a mai közgyűlésen. Hát volt itt egy kormányrendelet, ami azért nagyon nagy port kavart, ez az úgynevezett veszélyhelyzeti környezetvédelmi kormányrendelet, amely tulajdonképpen jogi kiskaput hagyott a szennyező gyáraknak. Ugye ebben azáltal, hogy jogsértés esetén a környezetvédelmi hatóság büntetés helyett környezetvédelmi hatósági szerződés köthet az ügyféllel. Papp László kérte a kormányt, hogy vonják vissza ezt a rendeletet. Szerinte semmilyen könnyítés nem vonatkozhat az akkumulátorgyárakra. Aztán jött is ugye egy miniszteri utasítás. Mándi László viszont felvetette, hogy még mindig az eredeti rendelet van hatályban. Mi garantálja a környezetünk védelmét, illetve hogy nem szennyezhetnek az ide épülő gyárak? Megragadnám a szót. Hát ebben az esetben nekünk elég markáns véleményünk van erről a teljes történetről. Szerintünk tudatos jogi kiskapu volt, amivel megpróbálja a propagandagépezet hőssé a Van Zsáné Papp László polgármestert, ugyanis itt nem Papp László a hőse ennek a történetnek, hanem azok a sajtós kollégák, akik ezt a történetet kitalálták, Bábszínháznak gondolom. Alapból meg volt a terv, hogy csak a nagyobb gyárakra és az akugyárakra nem fog vonatkozni, ezt a jogi kiskaput meghagyták, hogy Papp Lászlót jobb színbe tudják feltüntetni. Tehát ennek gyakorlatilag semmi jelentősége nincs. Ha messzebbről nézzük a teljes ügyet, mi történt? Gyakorlatilag semmi. Ugyanannyi környezetszennyezés, ugyanannyi vízkibocsátás, illetve felhasználás, ugyanolyan károsanyag kibocsátás, ugyanolyan nehéz fémekkel fognak dolgozni, tehát semmi nem történt a gyárral, ez jogi csiki-csuki. Ön szerint az eredeti rendelet fog érvényben maradni? Nem, eredetileg azt akarták a módosítottat, csak ezt most két lépésben csinálják meg, hogy közte Papp László előadhassa ezt a műsorát. Mit gondol erről? Hát csak mosolygok rajta. Tehát az a helyzet, hogy nyilván tehát nem csak Debrecen érintett az akkumulátorgyárak tekintetében, így akkor más polgármestert is ki lehetne emelni. Nem, ez kimondottan polgármester úr határozott kiállása vitt oda, hogy módosítják ezt a rendeletet. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy alapvetően ez elhangzott miniszter úr részéről is, hogy itt ezzel a rendelettel a Dunafer megmentéséről volt szó, ugye hiszen a kohászati művekre vonatkozik, és alapvetően a Dunafer egy olyan nehéz helyzetben lévő vállalat, ahol a térség a legnagyobb foglalkoztatójaként, én úgy gondolom, hogy egyetlen egy kormányzat sem politikai oldaltól függetlenül nem engedheti, hogy az csődbe menjen és megszűnjön. Itt alapvetően a rendelet erről szólt. De Debrecenben nem lehet semmilyen környezetszennyező üzemet üzemeltetni, működtetni. Itt nyilván mi olyan zöld programokat is hajtottunk és hajtunk végre, valamint nagyon fontos megemlíteni, hogy be fogjuk vezetni a környezetvédelmi monitoring rendszert. Nyilván itt az egyetemmel és az a cégektől függetlenül,
tehát a Debrecenben működő üzemektől függetlenül, ahol monitoringozni fogjuk pontosan, kimondottan azokat a mutatókat, ahol mondjuk vitatják esetleg az ellenzéki képviselők is. De azt lehet már tudni, bocsánat, a monitoring kutak mikor lépnek működésbe? Hát most megmondom, hogy szintén pontos időpontot nem tudok így ezzel kapcsolatosan mondani. Itt a környezetvédelmi monitoring rendszerre történő megállapodás az megtörtént az egyetem és a város között. Nyilván ennek a rendszernek a kidolgozása van folyamatban, és itt a helyi tudományos élet képviselői fogják erősíteni ennek a rendszernek a működtetését. És nyilván, ahogy mondtam, ez a vállalatoktól függetlenül összvárosi szinten tervezzük működtetni. Tehát Debrecenben egyetlen egy szennyező, környezetszennyező, környezetkárosító üzem sem működhet, és minden egyes szigorú környezetvédelmi jogszabályt, ami rájuk vonatkozik, az be fogunk és be is fogjuk tartatni. Két rövid reakciót engedjen meg. Az egyik az, hogy nincs meg a bizalom ezekkel a hatóságokkal, akik ellenőrzik a gyárakat. Gyakorlatilag olyan mértékű bírságokat szabtak ki, ami a porta kifestésére elég az akkumulátorgyáraknál, tehát nevetséges összegekkel megijeszteni se tudják őket. A másik, a monitoring kutaknak már működnie kellene, hiszen a gyár elindulása előtti adatokra van szükség, hogy ezt össze tudjuk hasonlítani, és már az építkezésekkel ez torzulhat. Illetve a Magyar Tudományos Akadémia fenntartható fejlődési csoportja is aggályait fejezte ki az akkumulátorgyárba, 7-8 pontban is akár, hogy tényleg nem fenntartható. Nincsenek meg a pontos adatok, a monitoring kutakról nem tudunk semmit, nagyon magas a vízigénye, nagyon magas az energiaigénye, tehát nagyon sok olyan pont van, ahol a magyar tudományos élet nem támogatja az akkumulátorgyárat. Hát függetlenül bízunk a legjobbakban. Uraim, köszönöm szépen a vitát, a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.